Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Június 5-e van Fatime névnapja, műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Indul a vakáció, holnap véget ér a tanév Szerbiában az általános és középiskolákban. Változott a közlekedés lengyel-röszkei nagy határon, külön sávba sorolják az uniós és nem uniós állampolgárokat. Hamarosan elkészül Szabadkán a Bajnát utcai vasúti felüljáró, ezután zárják le a Maxim Gorki utcai csomópontot. Több kárpát-medencei településhez hasonlóan Vajdaságban is több helyen fellobbant az összetartozásunk tüze. Holnap véget ér a tanév Szerbiában az általános és középiskolákban. Azok a diákok azonban, akik javítani szeretnének az osztályzataikon, ezt június 20-áig megtehetik. Az iskolákban igény szerint biztosítják továbbra is a napközis foglalkozást. Hétfőn még gyermekzsivaj fogadta stábunkat a Palicsi Miroszláv Antics általános iskola udvarában, és a tantermekben is rendesen folyt a tanítás. Kedden azonban a szerb kormány utasítása értelmében lezárják az osztályzatokat, és két héttel a tanév korábban tervezett vége előtt befejeződik a tanítás minden szerbiai általános és középiskolában. A Palicsi iskolában pót, illetve emelt szintű oktatás továbbra is zajlani fog, ugyanis a tanítók és a tanárok a még érvényes órarend szerint folyamatosan az iskolákban lesznek. Egy kicsit váratlanul ért minket, ezt megmondhatom őszintén. Hát én szerintem sikerül, mert azért nagyba folyik a munka a gyerekekkel, úgyhogy azoknak, akiknek evidens jegyeik vannak, tehát ötös, négyes, azoknak lezárjuk. Aki viszont szeretne javítani, az a továbbiakban is lehetőséget kap erre. Az iskolákban továbbra is biztosítani fogják a napközis foglalkozást. Ennek szükségességéről minden iskolában a szülők megkérdezése után döntenek majd. A Palicsi Miroszláv Antics általános iskolában eddig az elsős és másodikos diákok részére volt biztosított a napközi. Az elkövetkező két hétben igény szerint erre továbbra is lesz lehetőség. Akiknek tényleg nem megoldható családilag ez a felügyelet, akkor eljönnek ezekre a bizonyos pótórákra, emelt szintükre, tanítónő itt van velük, a nap délelőtt első részében 11 óra délig, és akkor ugyanúgy 11 óra déltől a napközis tanító lesz jelen, és akkor folytatja a foglalkozást az első-másodikos tanulókkal addig, amíg a szülő nem jön érte. 8-tól 11-ig pedig mit tegyen a szülő a gyermekével, amikor nincs oktam, lesz oktatás? Akkor itt vagyunk, tehát azok, akik ezt igénylik, pótórák, emelt szintűk, szakkörök keretében a tanítónő foglalkozik azzal a kis csoporttal, aki azt mondja, hogy tényleg nem tudja megoldani más módon. Az idei tanév lerövidítéséről szóló határozatát a szerb kormány nem hamarkodta el, jelentette ki Dragan Filipović. A belgrádi iskola igazgatóság vezetője hangsúlyozta, a belgrádi iskolai lövöldözés, valamint a mladenováci tömeggyilkosságok miatt hozott ilyen döntést a szerb kormány. Razmišljalo se dugo. Sjajan odziv i sjajan povratak dece u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar. Mi smo u toku protekle nedelje imali preko 850 učenika u školi od 1100. Ali je neki, da ne kažem umor kod svih, negde pokazatelj bio da je možda trenutak da se posvetimo nekim drugim aktivnostima u školi i da sa decom privedemo školsku godinu motivišući ih, razgovarajući sa njima. A nyolcadikosok felkészülése a kísérettségikre, amelyeket június 21-én, 22-én és 23-án fognak megtartani, valamint a pótvizsgák is a korábbi terv szerint zajlanak. Változott a közlekedés rendje a röszkei nagy határon. Mától külön sávba sorolják az uniós és nem uniós állampolgárokat. Az autósokat utazási okmányaik alapján a határvadászok irányítják a megfelelő kapuhoz. Az uniós sor gyorsabb átkelést jelent, míg a nem uniós állampolgároknak több kaput is fenntartottak, így hétfő délelőtt gyors és zökkenőmentes volt az átkelés.
Hétfő délelőtt nem volt 15 percet meghaladó várakozás a Horgos-Röszke nagyhatáron. Mindkét oldalon folyamatosan történt az átkelés. Hogy ez az új rendszernek vagy a szokásosnál gyérebb forgalomnak volt-e köszönhető, még nem tudni. A próba azonban minden esetre elkezdődött, vagyis ezentúl külön sávban engedik át az uniós és nem uniós állampolgárokat. Az új rendszer lényege, hogy amikor valaki átlépett a szerb határon, de még nem sorakozott be a magyar oldalon, vagyis a két határ között van, akkor a határvadászok elveszik, illetve megtekintik az utazási okmányait, és ez alapján sorolják be az utazót, vagy az uniós, vagy a nem uniós állampolgárok sorába. Ugyanez vonatkozik a magyar oldalra is, tehát a Magyarország irányából Szerbiába érkezőkre, azzal, hogy az ő utazási okmányaikat még Magyarország területén a határra való besorakozás előtt ellenőrzik. Az utazók egyelőre elégedettek. Az uniós állampolgároknak egy sort tartottak fenn, ahol gyorsan átkelhettek. A nem uniós okmányokkal rendelkezőket viszont három sávban is engedték, így nekik sem kellett sokat várniuk. Nagyon örülök neki, és remélem, hogy ez így is marad a nyári szezonra is, amikor tömeg lesz a határon. Odličan je sistem, da smo EU. Odgovarale bi nam brza traka, ako mi se ne dopada. Koliko znam, već duže vrijeme postoji za ovaj pasport i za Evropsku uniju, samo što se to nekad poštuje, nekad se ne poštuje. Ali mislim da je okej ideja, samo isto mislim, zbog dobre saradnje između naše dvije države, da bi trebalo da se ubrza, recimo za građane Srbije, građane Mađarske, da postoji posebna traka da će se mnogo brže da se ide, a onda za ostale zemlje da bude drugačije. A magyar illetékesek nem hivatalosan elmondták, az első tapasztalatok igazolják a módszer létjogosultságát, de a valódi előnyét majd a nyári csúcsforgalom alatt fogja mutatni. Hozzátették, főként azok érzik majd a pozitív változást, akik magyar állampolgárként rendszeresen ingáznak a két ország között. A rendszer próbája június 26-áig tart. Ezt követően döntik el, maradjon-e hosszú távon is. A cél az ellenőrzés gyorsítása és a várakozási idő csökkentése, áll a rendőrség közleményében. Hamarosan elkészül Szabadkán a Bajnát utcai vasúti felüljáró, és csak ezután kezdődik a Maxim Gorki utcai felüljáró átépítése, mondta Goran Vesića szerb közmédiának nyilatkozva. Az infrastruktúra fejlesztési miniszter kiemelte, a munkálatok a két vágányú vasútvonalon egy hónappal ezelőtt elértek Szabadka központjába is. A vasúti felüljáró felújítása miatt július 1-től elejétől lezárják a város két részét összekötő közlekedési főútvonalat, a Maxim Gorki utcát. A miniszter hangsúlyozta, 2024 végéig befejeződik a Belgrád-Szabadka vasúti szakasz, 2025-ig pedig már Budapestig is elkészül a vasútvonal. Vészígy hozzátette, jövőre Belgrád és Szabadka között 1 óra és 12 perc lesz a menetidő. Napravili smo detaljan plan sa gradom Suboticom i sada se držimo tog plana. Trenutno od 6 nadožnjaka koji se rade na teritoriji Subotice, 5 je u završnoj fazi i završava se u Bajnatskoj ulici također nadožnjak. On bi trebao da bude gotov, trebao je po planu da bude gotov 1. jula, bit će verovatno oko 10. jula gotov, ali ono što građanke i građani Subotice treba da znaju, mi nećemo zatvoriti nadožnjak u Maksima Gorkog pre nego što pustimo rad nadožnjak u Bajnatskoj ulici da bi ljudi imali alternativu. Što se tiče nadožnjaka u Maksima Gorkog koji će početi se raditi čim se završi nadvožnjak u Bajnatskoj. Plan je da on bude završen do 22. decembra. Fontos politikai és gazdasági bejelentést tesz szerdán a szerb államfő. Alekszandar Vučić Instagram profilján közzétett üzenetében arról beszél, hogy új terveket és programokat mutat be a hét közepén, illetve hogy fontos politikai és gazdasági híreket akar közölni Szerbia polgáraival. Egyúttal az elmúlt hetek ellenzéki tüntetéseinek szervezőit is párbeszédre hívta. Hozzátette, 10 napja intézett meghívást a tüntetők felé a párbeszéd megkezdése érdekében, de eddig senki sem volt érdekelt ezügyben. A szerdai tájékoztatóval kapcsolatban Vučić elmondta, meggyőződése, hogy nagyon elégedettek lesznek a polgárok a hírekkel, amelyeket közöl. Ugyanakkor hozzátette, nagyon sok munkára lesz még szükség, mert nehéz időszak következik Koszovó és más geopolitikai kérdések miatt.
A szerb kormány által meghirdetett fegyveramnesztia keretében eddig 68 ezer lőfegyvert adtak át a polgárok. Bratislav Gašić értékelése szerint az akció nagyon sikeresen zajlik. A belügyminiszter köszönetet mondott a polgároknak azért, mert megértették az államvezetés célját, hogy növelje a biztonságot az országban. Minden leadott lövedék egy megmentett életet jelenthet, hangsúlyozta Gašić. Hozzátette, gondolkodnak a júliusi határidő meghosszabbításáról. A helyi szerbek ma is az észak-koszovói községek polgármesteri hivatalainál gyülekeztek. Az ott dolgozó szerbek nem tudják megkezdeni a munkát, mivel a koszovói különleges rendőrség egységei elfoglalták a helyiségeket. A KFOR erői délben eltávolították az egy héttel ezelőtti zavargások miatt felállított szöges drótot, de a kordonok továbbra is állnak. Békés tüntetések vannak Zvecsán, Leposavić és Zubin-Potok községekben. A Zvecsán helyi középiskolások olvasták fel kérésüket a barikádok előtt, miszerint egy normális gyerekkort szeretnének. A hivatalokban dolgozó szerbek ma is reggel 7 órakor érkeztek, és a szöges drótok előtt aláírásukkal bizonyították, hogy megjelentek munkahelyükön, viszont nem tudtak oda bejutni. Követelései között az is szerepel, hogy az albán nemzetiségű polgármesterek és a koszovói különleges rendőri erők hagyják el a községházákat, illetve engedjék szabadon a múlt héten őrizetbe vett demonstrálókat. Délután az borzolta a kedélyeket, hogy egy koszovói rendőrautó behajtott abba az utcába, ahol a tüntetők demonstráltak. Az év második felében folytatódhat a szennyvízhálózat bővítése Szabadkán a Tiszta Szerbia program keretében, jelentette be a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában dr. Pásztor Bálint. A szabadkai VKT elnöke kiemelte, a képviselőtestület legutóbbi ülésén fontos volt az egyes helyi közösségek részletes szabályozási tervének elfogadása a közműhálózat fejlesztése miatt. Kiemelte, hogy a közeljövőben 110 km szennyvízhálózat épülhet ki a fejlesztéseknek köszönhetően. Most már teljes bizonyossággal bejelenthető, hogy a nyár vége felé vagy a kora ősszel Szabadkán el fognak indulni ezek a munkálatok, aztán Palicson is, illetve Csantavéren és Bajmokon, a két utóbbi településen ugye szennyvíztisztító kiépítésére is sor fog kerülni. Palics lesz a város területén az első település, amely 100%-ban lefedésre kerül csatorna hálózat által, és Szabadkán a városban is számos helyi közösség esetében épülni fog, vagy ki fog épülni a szennyvízhálózat. Ez a vasútépítés mellett talán azt mondható, hogy Szabadka történetének a legnagyobb egyben kivitelezett infrastruktúra fejlesztési akciója. Zentán elkezdődtek azok a munkálatok, amelyek a Népkertben lévő úgynevezett kékmedence borítását és felújítását célozzák meg. A felújítás több mint 8 millió dinárból valósul meg, és előreláthatólag a június közepén esedékes nyitásig be is fejeződnek majd. A kékmedence közkedvelt pihenőhely, amely a Népkertben helyezkedik el. A mostani állapotjavító felújítással remélhetőleg újra turista csalogató attrakció lesz az idegenforgalmi kínálatban, mondta Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója. Ami a medencét illeti jelen pillanatban az önkormányzat, illetve a kommunális közvállalat összefogásából megújul a zentai medence, ezt mi a turizmus szemszögéből csak üdvözölni tudjuk, hiszen minden olyan tartalom, amely néhány nappal, vagy legalább egy nappal meghosszabbítja az itt tartózkodást, ez mind a város turizmusát erősíti. A zentai kommunális lakásgazdálkodási közvállalat 6 éve bérli az önkormányzattól a medence területét. Azóta folyamatosan igyekeztek állapotfenntartó javításokat végezni, de mindez leginkább mindeddig a medence környékét célozta meg. Magán a medence felületén még nem történtek eddig javítások. A községnek sikerült eszközöket biztosítani, és így idén egy esztétikai és egy funkcionális felújítás lesz a medencén. Kicsivel több mint 8 millió dinár ez a beruházás.
Ez egy ilyen spéci fólia, ami alá geotextil mén, ami azt jelenti, hogy a medence sokkal jobban ki fog nézni, mivel már festést igényelt, de már annyiszor volt ez a medence festve, olyan vékony az alumínium lemez, úgyhogy félő, hogy többet már nem lehetne homokozni, ezért választottuk ezt az opciót erre a spéci fóliákra, ami most már nagyon modern. A belépőjegyek tekintetében egyébként a tavalyi évhez képest nem történnek idén változások, tehát a felnőtt napi jegy ára továbbra is 200 dinárba, míg a gyermek 180 dinárba fog kerülni. Az idényjegyek pedig 3000 dinárért válthatók majd ki. 48 civil szervezettel írt alá támogatási szerződést Magyar Kanizsa önkormányzata. Ebben az évben 16 millió dinár tudtak elkülöníteni erre a célra, ami 30%-kal nagyobb tételt tesz ki, mint az elmúlt évben. A tiszamenti község területén az egyesületek munkájának köszönhetően éves szinten közel 300 rendezvény valósul meg, amelyek többsége már több éves múltra tekint vissza. A civil szervezetek aktivitásai minden évben hozzájárulnak ahhoz, hogy a községi akár programok, akár pedig községi szakmai tevékenység minél soktétűbb legyen, és az élet majdnem minden területére kiterjedjen, hiszen a civil szervezeti támogatásokon keresztül a környezetvédő szervezeteken át az ifjúsági szervezetekig, kultúregyesületekig, szakmai, mezőgazdasági szervezetekig, vagy éppen az ifjúsági tevékenységgel foglalkozó szervezetekig nagyon-nagyon-nagyon sokrétű és széleskörű a támogatási paletta. A Fruskagora Nemzeti Parkot takarították és rendezték ma délelőtt a Környezetvédelem Világnapja alkalmából. A Munkanap a Természetért elnevezésű akciót a Tartományi Természetvédelmi Intézet, a Tartományi Környezetvédelmi Titkárság és az akció házigazdája a Fruskagora Nemzeti Park együttműködésével szervezték meg. Az akcióban közel 200 önkéntes vett részt, akikhez csatlakozott Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke és önkéntesekből álló csapata, valamint a NISZ kőolajipari vállalat illetékesei is. Danas ćemo očistiti deo Korakovačkog potoka i ovde na ovom pravcu od Zmajevca prema Iriškom vencu i evo već kako akcija teče nekoliko sati već ima više kamiona smeća. To je zapravo i istovremeno i dobra i loša stvar. Dobra je ćemo se organizovati da danas to smeće pokupimo sa Fruške gore, a loša jer i dalje veliki broj građana ima naviku da ostavlja smeće i da Frušku goru čini manje vrednom nego što ona zaista jeste. Nezgo Hiradu további témáit. Zajlik a háború, az oroszok szerint Ukrajna ellentámadást indított, az ukránok tagadják. Szabadkán is megünneplik június 10-én a szecesszió világnapját. Rögtön megyünk tovább a híradóval, előbb azonban halljuk, mi lesz ma a közügyekben. Kozma Zoltánhoz kapcsolunk. Köszöntöm a nézőket, szia Gertrud! A Nemzeti Összetartozás napjával kezdjük a műsort, majd azzal foglalkozunk, hogy miként valósul meg az oktatás a következő napokban a szerbiai iskolákban. És ismét sztár vendégekkel és izgalmas programokkal várja a látogatókat a Nyárhangoló Fesztivál Palicson. Erről is szó lesz a közügyekben. De szót ejtünk a hétvégi Durindóról és a Gyöngyös-Bokrétáról is. És vajon mi veszi rá az embereket, hogy a legmagasabb hegycsúcsokat is meghódítsák, és mennyire veszélyes ez a kaland? Ennek is utána járunk a műsorban. Tartsanak velünk a híradó után. Köszönjük szépen! Moszkva azt állítja, hogy nagyszabású ukrán ellentámadást állított meg Donyeck környékén. Az orosz védelmi minisztérium 250 ukrán halottról, kilőtt tankokról és páncélozott járművekről számol be a frontvonal 5 pontján. Igor Konashenkov sajtószóvivő szerint az ukránoknak nem sikerült áttörést elérniük. Az ukrán hadsereg közlése szerint nincs tudomásuk semmilyen ellentámadásról a körzetben, és nem kommentálják a Kreml által terjesztett hamis információt.
információkat. A Konashenkov által közölt információk nyugati elemzők számára ellenőrizhetetlenek, de a sajtószóvivő által közölt adatok már a múltban is számos alkalommal túlzók és esetenként megalapozatlanok voltak. Ukrán források számos alkalommal beszéltek egy nagyszabású tavaszi offenzíva beindításáról, de az 1100 kilométeres front okozta nehézségek már többször ennek elhalasztására kényszerítették őket. A terepviszonyok, a haditechnika és az élő erő mozgatása további időt igényelnek. Az elmúlt hetekben és legutóbb a hétvégén is a közösségi oldalakon hallgatásra felszólító kampány indult. Ahogy fogalmaztak, a tervek szeretik a csendet. Több Kárpát-medencei településhez hasonlóan Bácskos útfalván is fellobbant az összetartozásunk tüze. Az Életfa Nagycsaládosok Egyesületének szervezésében harmadik éve csatlakoznak a helyiek az eseményhez. A Bácskos útfalvi tűzoltó otthon udvarán emlékeztek a helyiek a trianoni békediktátum 103. évfordulójára. Fodor Zoltán, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket, majd ének és szav alatt hangzott el. 2010 óta vagyok Bácskos útfalvi. Egyébként Magyarországról, Csongrád vármegyei Mincentről származom, és nekem nagyon sokat jelent, mert mióta én itt élek, nekem sokkal többet jelent magyarnak lenni. És ez a nap azért is fontos, mert a számunkra, mint családban, hogy a kis Magyarország és mint Vajdaság mi is összetartozunk, mert mi pont egy testvértelepösi kapcsolat keretében ismerkedtünk meg a férjemmel. A Bácskos útfalviak büszkék magyarságukra, az összetartozás érzése mindannyiukban erősen él, ezért is csatlakoztak az összetartozásunk tüze elnevezésű megmozduláshoz, hangzott el az eseményen. Az Életfa Nagycsaládosok Egyesülete a Kárpátaljai Cserkész Szövetség felhívására idén harmadik alkalommal szervezte meg az összetartozás tüzét, ami a trianoni békeszerződés 103. évfordulójára, június 4-énre esik, és ugye ez a Nemzeti Összetartozás napja is, és nálunk is ezt jelképezi ez az ünnep, ezért jönnek össze az emberek, hiszen mindegy, hogy határon innen vagy határon túl vagyunk, mi magyarok összetartozunk, és ez a tábortűz is ezt az összetartozást jelképezi. Az összetartozás tüzét pontban 20 óra 23 perckor lobbantották fel, ugyanakkor, amikor 6 kontinens 40 országának 1000 helyszínén. Voltak, akik gyertyát is gyújtottak. A Bácskos útfalvi megemlékezés barátkozással folytatódott. Zentán is lángra gyúlt tegnap este az összetartozás tüze. Az eseményen szavalatokkal és beszédekkel emlékeztek az egybegyűltek. A Kertekhelyi Közösség udvarán megszervezett rendezvényen elhangzott, hogy mindez egy olyan dolog, amely nem mások ellenében történik, hanem a közösség összetartozás érzésének növelését hivatott erősíteni. Nem arról szól ez a dolog, hogy most visszasírunk bármit is, hanem arról szól, hogy az összetartozásunkra emlékezünk, arra gondolunk, és azt építjük, hogy hogyan tartozunk össze. Az összetartozásunknak egy jele, ez a Nemzeti Összetartozás tüze is, ez a láng, amit az őrtüzet, amit meggyújtunk ilyenkor, Zentán immár harmadik alkalommal csináljuk. Fontos, hogy a közösség az alultartozásunkat jelezze. 20-23 perckor azért gyújtottuk meg az őrtüzünket, hogy jelét adjuk ennek ezzel a tűzzel, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, a közösségben együtt gondolkodunk, és a közösségért gondolkodunk. A Moholy Csobolyó Művelődési Egyesület székházának udvarán vajdasági és erdélyi magyarok együtt ünnepelték a Nemzeti Összetartozás napját. Az alkalmi műsor keretében a helyi, az adai és a török falui hagyományápoló egyesületek tagjai léptek fel. A Csobolyó Művelődési Egyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a magyar nemzeti tradícióval már fiatalon megismerkedjenek a tagok. Ma azt ünnepeljük, hogy összetartozunk, meg mi vajdasági magyarok egy ilyen nagy város, meg falu, bárhol lehet, és nagyon sokat összetartunk, meg mindenben. És mi az, amit meséltek a szüleid neked erről a napról?
Hát erről a napról, hogy összetartozunk, összefogunk. Az eseményen részt vettek kolozsvári diákok is, akik a határtalanul program keretében több napot töltöttek el Vajdaságban. Újvidéken, Palicson, Szabadkán, Adán és Moholon is jártak. Mint mondják, igazán jó benyomással térnek haza. 5 napot töltöttünk itt eddig, és tetszik az, hogy itt nincsenek olyan azok a nagy épületek, a tömbházak, mert Kolozsvárt egy csomó van, akár merre mész, minden épület hátán. Itt meg olyan szép házak, meg olyan kertes házak, nem olyan, mint Kolozsváron, itt más. A község összefogása példaértékű, hangsúlyozta Rigó Flórián, a VMS Moholi helyi szervezetének elnöke. 4. alkalommal tartjuk meg összetartozásunk tüze akciót Adaközségben. Minden évben egy másik települést választunk, idén Mohol a helyszíne. A célunk az, hogy összevonjuk az egész községi magyarságot, közösen szervezzük a Magyar Művelődési Egyesületekkel és más civil szervezetekkel. Az esemény részeként fellobbant az összetartozás tüze is. Az összetartozás az a legfontosabb, és nem a szomorúságra kell ilyenkor gondolnunk, hiszen ez tulajdonképpen nekünk nem ünnep, egy megemlékezés. Megemlékezünk arról, hogy habár történelmünk során nem voltunk nyertesei ennek a június 4-ének, mégis az összetartozást erősíti bennünk. Az ünnepi műsor keretében a környék hagyományápoló egyesületei által többek között sárközi dalok, kalotaszegi énekek csendültek fel. Mindemellett a helyi tambura zenekar tiszamenti ugrósokat is muzsikált. Második alkalommal szerveztek élő könyvtárat az Úbecsei Tán emlékházban. A rendezvényen az élő könyveket diszkriminált, sérült vagy egyéb hátrányos helyzetben élő gyerekek és felnőttek személyesítették meg. Történetüket hangos könyvként hallgathatták meg az érdeklődők. Hallássérült, kerekes székes, törpenövésű, autista, diszlexiás, halmozottan sérült, cerebrális paralízissel élő, roma származású és sok más sorsot megélt gyermek és felnőtt osztotta meg az Úbecsei Tán emlékházban élő könyvként a tapasztalatait azokkal, akik kíváncsiak voltak az élettörténetükre. Farkas István pedagógiai asszisztens jelenleg a marginalizáltakat támogató Lice Ulice folyóirat árusításából él. Többször kellett újra és újra talpra állnia az életben. Nem jó, ha feladunk valamit, amikor rossz dolgok történnek velünk. Nem jó az, ha mentre magadunk a mocárba, nem mozdulunk ki onnan. Törekedni kell, hogy kiszunk onnan, és megváltoztassuk saját életünket is, és a környezetünket is. A rendezvényt második alkalommal szervezte meg az Úbecsei Tán emlékházban, a Tán Fivérek értelmiségi kör és a Zdravko Glazsánszki általános iskola. A tavalyi élőkönyvnek nagyon jó vízhangja volt, mind az olvasók, mind az élőkönyvek körében. Nagyon mély nyomokat hagyott az olvasókon is, viszont azt is hozzá kell tennem, hogy ez a módszer nagyon-nagyon hasznos a könyveknek is. Tehát a könyvek ahhoz újra és újra lehetőségük van arra, hogy feldolgozzák, illetve ha már megerősödtek, akkor, hogy elmondják és erősítsék az olvasókat valójában. Tehát ez a folyamat nekik fantasztikus. A rendezvényt Brankica Jankovics esélyegyenlőségi biztos nyitotta meg, majd az élő könyvekkel félórás turnusokban, kisebb csoportokban beszélgethettek az érdeklődők. 16 élő könyvvel több mint 450 csoportos olvasást sikerült megtartani. És az embereket érdekli a más embereknek az élettörténete, az ő tapasztalataik és az ő küzdelmük, és ezt mi büszkék vagyunk rá, hogy bemutathatjuk itt a Tán emlékházban. Ez a Tolerancia programsorozatunknak a második megállója, ugye az első az pénteken volt a Fórum Színház. A rendezvény megvalósítását a Szerb Oktatási Minisztérium támogatta. Szabadkán is megtartják a Szecesszió világnapját. Június 8-a és 10-e között számos programmal várják az érdeklődőket. A Szabadkai Városi Múzeum, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet és a Szabadkai Kortárs Galéria idén is csatlakozik az akcióhoz. Lesznek előadások, kiállítások és könyvbemutatók is. A programokról bővebb információ megtalálható egyebek között a Szabadkai Városi Múzeum Facebook oldalán is. A Szecesszió világnapjának másik fontos aspektusa,
pedig az edukáció és a szecesszió szépségének és sokszínűségének egyszerű élvezete, amelynek érdekében szecessziós séták, illetve gyerekeknek szóló foglalkozások kerülnek megrendezésre, mint ahogyan szecessziós tematikájú kiállítások és egy fotópályázat is. Idén tehát a szecesszió világnapja június 8-a és 10-e között kerül megrendezésre, a központi téma pedig a szecessziós anyagok lesznek. Zlatan Ibrahimović könnyek között bejelentette visszavonulását. Csapata a Milán vasárnapi bajnoki mérkőzése után tette ezt a kijelentést a svéd labdarúgó. Az már a napokban biztossá vált, hogy szerződése nyári lejártával Ibra távozik a Milántól, ám az, hogy ez egyben a karrierje befejezését is jelenti, csak valószínűsíthető volt. Ibrahimović alig játszott az utolsó idényben. Egy évvel ezelőtti térdszalag műtétje után február végén tért vissza, de márciusban ismét megsérült. Előtte viszont az Udinese ellen betalált, amivel 41 évesen és 166 naposan minden idők legidősebb gól szerzője lett a Serie A-ban. Az erős fizikumáról és akrobatikus góljairól is ismert sztár Malmöben kezdte profi pályafutását, majd olyan világhírű együttesekben futballozott. Volt holland, olasz, spanyol és francia bajnok is. A svéd válogatottban 122 találkozón 62-ször volt eredményes. Eddig tartott a híradó, nézzük meg, volt a kiemelt témáink. Indul a vakáció, holnap véget ér a tanév Szerbiában az általános és középiskolákban. Változott a közlekedés rendje a röszkei nagy határon, külön sávba sorolják az uniós és nem uniós állampolgárokat. Hamarosan elkészül Szabadkán a Bajnát utcai vasúti felüljáró, ezután zárják le a Maxim Gorki utcai csomópontot. Több kárpát-medencei településhez hasonlóan Vajdaságban is több helyen fellobbant az összetartozásunk tüze. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon Televízióval, ugyanis rövidesen kezdődik hírháttérműsorunk a közügyek. Én legközelebb 8 órakor várom Önöket híradóval. Viszontlátásra!